két fő problémával találkoztunk eddig a rajztanulás, festés tanulás során. Az egyik a nincs időm probléma, ezzel foglalkoztunk az előző videóblogban. A másik pedig a nagyon türelmetlen vagyok kérdése, erről fogunk most beszélni. Türelmetlenségnek eddig három fajtájával találkoztunk az elmúlt 11 év során. Az első az, amikor a türelmetlenség abból fakad, hogy valaki nem tud hosszú ideig koncentrálni egy adott témára, és nem szánt kellő időt az adott képre vagy az adott technikára. Például, hogyha egy kép azt kívánja, hogy 4-5 réteget vigyünk föl egymásra, de te két réteg után a végeredményt várod, akkor ez nem lesz jó. Bizony, nagyon sok olyan kép van, ami akkor lesz igazán szép, és akkor lesz igazán kidolgozott, hogyha a kellő időt rászánjuk. Ez nyilván mérettől is függ, hogy mennyi az idő, amit rá kell szánni egy képre, de lehet ez 8-10-16 óra is akár. A megoldás erre a fajta türelmetlenségre az lehet, hogy több alkalommal készíted el a képet. Először is érdemes megtanulni magadról, hogy mennyi ideig tudsz koncentrálni, és eleve így tervezd a rajzolási idődet. Amikor már úgy érzed, hogy nem megy, hogy kezdesz fáradni, akkor hagyd abba, és folytasd a következő alkalommal. A türelmetlenség második fajtája az, amikor tud ugyan valaki hosszú ideig koncentrálni, de elunod közben a képet. Ilyen lehet például az, amikor 30 sziklát kell megfestened egy képen, de már az ötödiknél eluntad. Erre lehet egy megoldás az, hogy egyszerre több képen dolgozol. Azaz, kezdj el az első rajzodon dolgozni, és ha már eluntad, ha kezdenek a mozdulataid elsietetnek tűnni, kapkodóvá válni, akkor vedd elő a másik képet, és kezdj el azon dolgozni. Ha azt is eluntad, és van egy harmadik, akkor vedd elő a harmadikat. Utána, ha akarsz, visszatérhetsz az elsőhöz, vagy egy másik napon folytathatod. A harmadik fajta türelmetlenség az, amikor valaki túl nagyot akar ugrani, pedig még nem tartott a tudása. Például, hogyha választasz egy referenciafotót, és félúton azt mondod, hogy á, ez nekem nem tetszik, inkább ide festek egy csónakot, azt a bokrot kisebbre veszem, ezt a részét meg átszínezem. Ahhoz, hogy valaki meg tudjon tanulni festeni vagy rajzolni, megvan az ajánlott sorrendje. Például, ha ki akarsz ülni a Balatonpartra festeni, először is kellenek a rajzolás alapjai. Vonal, forma, tónus, arány. És aztán ezt még gyakorolnod is kell. Következő lépés, hogy tudjál referenciafotó alapján egy az egyben festeni. Aztán jöhet a nagyítás, mert a nagyítás során tanulod meg azt a látásmódot, ami majd az élőből rajzoláshoz kell. Ezután jön az élőből rajzolás első fázisa, amikor még mindig csak műteremben rajzolsz csendéletet. Ez az a fázis, amikor azt tanulod meg, hogy hogyan kell a helyes arányokat felvenni élő modell alapján. És ilyenkor még mindig a tárgyak nem mozognak, és a fény is állandó. És ezután jöhet a szabadtéri festés, vagy a portrérajzolás élő modell alapján. Mi a megoldás? Hát, hogy haladj lépésről lépésre. Hidd el, minden szinten van sikerélmény, és örülni fogsz, ahogy egyre szebb és szebb képek kerülnek ki a kezeid közül.